Na. Sziasztok, üdvözlök innen mindenki, Csákberényben járunk jelenleg. És amiért ide eljöttem, azt gondolom már sejtitek el, már eleve abból kimondtam, hogy hol vagyok, hogy miért. Mert itt nagyon nagy más látványosság nincsen, ami legalábbis engem érdekelhet. Mint igen, a metrót fogom megnézni, azt mindenkinek nem mutattam, mert egyébként voltam már itt egy pár éve. Úgyhogy nagyjából emlékszem, hogy merre kell menni, szerintem valahol itt van, de... Na, falu határában van. Elvileg itt kéne valahol lennie, még van részem. Az biztos, hogy a falu határában volt, erre még emlékszem, de szerintem itt lesz majd mindjárt. Aha, és itt van. És ráadásul ezt nézzétek meg, hogy milyen szépen megcsinálták. Ezt még amikor múltban itt jártam, akkor így agyon volt grafitizve, össze-vissza filkálva, és most viszont ilyen 1956-os magyar zászlós festés kapott. Hát ez tényleg valóban, és ez nem Photoshop volt, akkor ezek szerint mégse. Nézzétek csak, is itt van egy. Egy Adi Endrés idézetet is ide tettek. És hát... Az egész most egy ilyen magyar zászlós át van festve, és nagyon jó. Tehát így legalább kinéz valahogy, és ez még friss. De majd megmutatom ezt nektek közelebbről is. Ezért érdemes volt eljönni. Tehát meg mindjárt képet is csinálok róla. Ó, azt nézzétek meg, de szép. Na, ezt még eleve így kellett volna csinálni. Sokkal szebben néz ki, mint azt így össze-vissza van filkálva. Az is látszik, hogy és ide kell maga minden, és a metrókocsinak a fele meg benne van ebbe a domba. Ezt egyébként úgy tudom, hogy ez egy magán ember csinálta, és ez itt magánterület is, csak nincs elkerítve. De ez egy ilyen kompozíció volt, hogy a földből kitörő metrókocsi. Hát gyakorlatilag ennek is örülni kell egyébként, mert ez meg egyébként jó. Tehát ez jó ötlet, hogy ott egy busz. Közben egyébként arra van, azt hiszem Székesfehérvár, és itt azért járnak a buszok. Úgyhogy majd valószínűleg majd visszafelé is úgy tudok majd menni, hogy Fehérvár, igen, aztán onnan vonat. Ha csak nincs egy közvetlen pesti járat. De hát így azért látszik, hogy azért mennyivel jobb ez így, hogy gyakorlatilag ez a metró az műszakot váltott, de továbbra is megvan. És nem szétbontották, mint a sok hasonlótás. Hát egyébként ez egy felújított, úgynevezett elvélet, tehát ezt Barbie-nak hívták annak, hogy 2000-es évek eleje környékén kezdték el felújítani. És egy kapott egy ilyen rózsaszín burkolatot a belsejébe. Ez egyébként ez egy ilyen tűzálló, ilyen égésgátló anyag. Hát az eredeti LV metrókban ugye ilyen fa, ilyen fúrnérlemez volt, ami tűzveszélyesnek számított akkor, és nézzétek meg, hogy itt a másik oldalán még megvannak a grafitik, tehát ez gyakorlatilag mióta idehozták, kerültek rá. A másik oldalt viszont rendesen magyar zászlóság csináltak, és az viszont nagyon jól néz ki. Tudok, hát az is lehet, hogy már be lehet menni, szerintem le van lakatolva. De régebben úgy volt, hogy ez le volt lakatolva, és nem lehetett benne menni, szerintem most se lehet. Belülről be van reteszelve. Igen. Hát szeretni megmutatni belülről is, de szerintem nem lehet. Itt az egyik oldalablak még, amikor itt jártam pár éve, nyitva volt. Hát itt ez megint nincs nyitva. És itt látszik, hogy itt már beverték az ablakokat is, tehát ilyen fúrnérlemez van, mint én. És itt is már az van. De be van zárva. Ami egyébként nem baj, mert legalább belülről nem rongálják meg be. De azt hallottam egyébként sajnos, hogy már volt rongálás a belsejébe is. Amikor ki volt feszegetve és bemásztak, és mondjuk a csöcslámpákat lelopták róla. Talán még az üléseket is megrongálták. De hát akkor nézzünk fel a tetejére, ha már úgyis itt vagyunk. Akkor most felmászunk. Hogy szépen végig lehet sétálni a tetején is. Hát így néz ki egy LV metró teteje. Ez egyébként egy Barbie metrókocsi volt. És egészen 2013-ig szolgált a 2-es metrón. Volt, amikor még itt az iránytábla is rajta volt az elején, hogy Budapest déli. De nagyon jól néz ki. És innen meg jó a kilátás. Hát ilyen egy metrókocsinak a teteje.
Ezek 2012 vége óta fokozatosan szorultak ki a kettes metródon, mikor jöttek az asztomok. És 2013, aztán májusától volt az, hogy már akkor csak asztomban volt a járműkiadás. Na, ott megviszik a szalmabálákat. Vidéken vagyunk, látjátok. És mégis találkozunk metróval, hiába vagyunk vidéken. De már ezért érdemes ide eljönni. És akkor, ahogy látjátok, így néz ki a forgóváz. Vannak már rajta közérdekű közlemények is. De hát a metró forgóvázát azt amúgy se sűrű láthatjátok. Úgyhogy most amennyire lehet, én ezt most megmutatom. Egyébként időnk az van bőven, mert ugye úgy látom, hogy 2 óra múlva indul egy busz vissza, úgyhogy addig még bármi meg tudom nézni. Majd lehet, hogy Fehérvárig el lehet jutni egy másikkal, azt majd meg fogom nézni. Kis villamossági berendezés. Mondjuk azért óvatosan, mert lehet, hogy még lehet, hogy adasokkal is fogunk találkozni, mert azért november van már, de mondom, én is láttam még aktív darasokat, vigyázni kell. De mondjuk zűdmögést nem hallok, úgyhogy szerintem itt nincsenek. Próbál lenne neki mutatni, itt már azért nem olyan egyszerű jól lehajolni. Azt volt, már mutattam nektek alulról a Fehér úti kocsi színi nyíltabbnál, akkor végig is másztam egy alatt. És egyébként nem csak én, mert szervezetvezetés volt, tehát ott a csapatnyalmon ultunk végig alatta. Hát akkor stílszedve jobban nem is tudnék elbúcsúzni, mint itt a metrókocsi előtt. Ezért már megérte ide kijönni. Azt mondom, úgyhogy ez a videó, ez akkor ez eddig tartott, amit akartam, nem mutatta, amíg lehet, hogy a forgóvázakat meg fogom nektek így mutatni innen. De akkor egyre ez a videó az ennyi lett volna, hát köszönöm, hogy megnéztétek. És tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, fel lehet ám vitatkozni, aki nem tette egyébként. Ja, egyébként túl vagyunk a 2000-en, tehát így köszönöm nektek. Igen, most kell megnéztem, sikerült ki a túlépni a 2000 feliratkozót. De hát nyilván lehet ezt még tovább nevelni, ha majd lehet, hogy lesz még egyszer 2500, lehet, hogy lesz 3000 is, lehet, hogy lesz több is. Ez már csak rajtatok is múlik, hogy hányan iratkoztak fel, meg rajtam is, hogy milyen videókat csinálok, hogy ez mennyire tetszik nektek. Úgyhogy hát meglátjuk. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Találkozunk a következő videóba. Sziasztok!